És hova megyünk? Megyünk versenyezni a Vizerre, fél maratonra. 8 korona rajt, és az nagyon korán van. Na hát akkor fussunk neki. Fussunk. Még csíny a szemem. Vannak babonáid futás előtt? Hát babonáim talán nincsenek, de szokásaim vannak. Mindig 2 órával futásra teszem. Nagyjából egy fél órával előtt elkezdek bemelegíteni, szép lassan, futóiskolával. Utána 1-2 ilyen sprinttel még rányomom, és utána 5 percen nagyjából beállok a rajt előtt, és utána indulunk. És van olyan, amit mindig magaddal viszel, amihez ragaszkodsz? Zokni, cipő, nadrág, amilyen... Szerintem nincsen semmi olyan. Téged mindig magammal viszlek. Ahogy egyszer. Arra! Arra! Ez a... 7 perc a rajti! Most még elég kihalt a rakpart, de én megyek és elfoglalom a szurkolói zónát. Ott. És jöhet a taps, a kerekes székes és handbike-os versenyzők most indulnak! 17 utáni Kiri, ő pedig az első. Köziból nagyon kellett pisilnem, úgyhogy bejöttem egy kávéért, és megyek tovább szurkolni. Hajrá, hajrá! Milyen? Jó, nem? Milyen? Jó esik! Lefutottam a félmaraton, célba értem, itt a Vizeren, nagyon jó kis pályavezetéssel, rakparton fel alá, be kellett futni a szigetre utána. Szokásomhoz híven nagyjából az első 5-7 kilométer az volt, ami kicsit neccesebb volt, de utána elindultak a lábaim, úgyhogy utána tudtam elkezdeni futni. Ez nagyjából az Árpád híd környékén volt, ott ittam egy jó kis csapatot, és akkor elindultak a lábaim, és onnantól kezdve pedig már egészen jól tudtam futni. A szigeten ott már jó volt, jól élveztem. Felé a szigetre ugye van egy kis kaptató, ott is kis apró léptekkel szépen fel tudtam menni, utána lefelé, és igazából onnan már csak lefelé kellett futni, ugye Duna folyásával megegyezően, és onnan már könnyű volt. Találkoztam jó pár ismerőssel, futás közben is pacsisztunk. Egy jó kis jambuli volt. Így van, negatív splitre, ahogy mondják. Az elején 4:40-ben, az utolsó egy kili pedig ilyen 4 perc környékén volt, de azt majd mindjárt ide valahova kiteszem valamelyik sarokba, és akkor látjátok, hogy mik lettek a kilométer eredmények. Hol a legszebb Budapest? Hol a legszebb? Ahol éppen vagy? Voltál? Járt a Szabadsághíd. Szabadsághídnál voltál, meg a Lánchídnál voltál egyszer. Ott nem is számítottam rád. A Lánchídnál, úgyhogy jó volt, hogy ott voltál. Tehát akkor ki a leggyorsabb fotós? Leggyorsabb fotós? Te. Nyilván. Péter, nyújtottál? Igen, már nyújtottam egy csomót. What? Hey.
nagyon milyen a Verda? Ilyen lesz nekem is. Micsoda kocsi. Mit eszem? Hát kérlek szépen grill sajtot, grill kolbászt, hagymát és hamuban sült krumplit. Hát jó étvágyat! Ezzel fogjuk visszatölteni a szénhidrátraktárakat. Köszönjük szépen, hogy megnézted ezt a videót. Megpróbáltuk nektek megmutatni azt, hogy hogy néz ki egy ilyen, hát ilyen idézőjeles verseny, amit így lefutunk, egy félmaratont. Reméljük, hogy tetszett a videó. Ti is menjetek versenyre, mert nagyon jó jamboree, rengeteg ismerőssel, baráttal lehet találkozni, új barátokat lehet szerezni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kis esemény. Ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára, nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok! Jó, hey! 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 Hey!